A tankok árnyékában zajlik az élet a délkelet-ukrajnai Bugászban, amelyet az invázió kezdetén foglaltak el az Oroszország által támogatott szeparatisták. Nincs sem áram, sem gáz, sem semmi. Fűtetlen a házunk, nincs mivel főzni. A lányunk Harkivban van, nem tudunk kapcsolatba lépni vele, csak sírunk, mondta ez az asszony. Harkivban ez alatt az ukrán hadsereg lelőtt egy orosz vadászgépet. A másfél milliós kelet-ukrajnai várost az orosz tüzérség folyamatosan támadja. A város közelében az ukrán hadsereg orosz páncélozott járműveket zsákmányolt. Hivatalos közlések szerint az ostromban eddig 133 civil, köztük 5 gyerek halt meg Harkivban. Vinyiciában, Ukrajna középső részén az oroszok teljesen lebombázták ezt a polgári repülőteret. A támadásban 9 ember meghalt, köztük 5 civil. A zaporizsiai területen a kormányzó szerint Kadirov csecsen elnök hírhedt gárdistái harckocsiról nyitottak tüzet 2 ukrán postás járművére, akik éppen a nyugdíjakat kézbesítették. Szemtanúk szerint a tank átgázolt az autón. Az ukrán elnök szerint el fog jönni az ítélet napja az oroszokra. Stúdiónk vendége Mesterházy Attila országgyűlési képviselő és a NATO parlamenti közülés alelnöke. Jó reggelt kívánok! Nyilván ezeket a Oroszország és Ukrajna közötti hírek, amik most leginkább meghatározzák a NATO közgyűlésnek is a témáját. Hogyan értékelik ezt a mondatot, ami elhangzott itt az összefoglaló felvezetőjében, hogy azt mondta az orosz fél, hogy ugyan engedik az evakuálást Oroszország és Belarusz felé? Természetesen nem korrekt lépésként, hiszen eredetileg arról volt szó, arról tárgyaltak, hogy egy humanitárius folyoson keresztül hagyják, hogy a civilek, gyerekek, nők, idősek esetleg elhagyják ezeket a legjobban ostromlott városokat. Nem véletlen, hogy ugye Belarusz és Oroszország irányába akarják engedni, hiszen ezeket az embereket utána kvázi túszként is fogva lehet tartani ezekben az országokban, hiszen háborús felekről van szó. Úgyhogy ez teljesen természetes, és senki számára nem elfogadható ez az alternatíva. Tegnap volt a két fél közötti tárgyalás harmadik forduló napja, vagy harmadik alkalma. Ön hogyan értékeli azt? Annyit lehetett egyelőre tudni, hogy az ukrán fél azt mondta, hogy némi előrelépést tapasztal pont a humanitárius irányból, de az orosz fél úgy értékelte, hogy semmi lényeges nem történt. Szerintem ilyen helyzetben mindig jó, hogyha tárgyalnak a felek. Tehát ha van valamilyen párbeszéd, még akkor is, hogyha kevés eredménnyel jár. Én úgy látom, hogy egy ideig az orosz fél még nem fogja komolyan venni ezeket a tárgyalásokat. Tehát én úgy látom, hogy Oroszország része egy ilyen időhúzás zajlik. Amíg azokat a harci cselekményeket, hadműveleteket, amikbe belekezdtek, be nem tudják fejezni. És hogyha ezt be tudják fejezni, akkor úgy gondolják, hogy az erőpozíciójából tudnak majd tárgyalni ezeken a megbeszéléseken is. Tehát a tartalmilag az orosz fél őszintessége szerintem az megkérdőjelezhető. Az ukránok természetesen szeretnék ezt minél gyorsabban lezárni, hiszen naponta, hogy halljuk, rengeteg ember hal meg, civilek is, gyerekek is, most már sajnálatos módon. Úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy az ukránok azt szeretnék, hogy minél gyorsabban tűzszünet, és az orosz csapatok elhagyják Ukrajna területét. Zelenszky azt is szeretné, hogyha ennél egy még radikálisabb, még erőteljesebb segítséget kapna Ukrajna a NATO-n belül. Van-e bármilyen jel, vagy olyan gondolkodás, ami a mostaninál több, vagy nagyobb léptékű segítséget tervez a jövőben? Hát az nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nincs. Hiszen az, amit az ukrán fél követel, az az úgynevezett no-fly zone, tehát hogy ne repülhessen be egyetlen repülőgép sem Ukrajna területe fölé. Ez valóban biztos segítené az ukrán felet, csak ezt valakinek ki kell kényszerítenie, ezt a no-fly zone-t. Ezt ugye csak a NATO erők tudnák kikényszeríteni jelen pillanatban. Akkor viszont, hogyha mondjuk egy orosz gép bemegy erre a területre, nem akarja elhagyni a területet, akkor kilövési parancs van rá, tehát le kell lőni azt a gépet, főleg, hogy ellenségesen viselkedik. Ebben a pillanatban viszont akkor a NATO is tulajdonképpen háborús féllé válik. Ezt mindenki el akarja kerülni, hiszen ez a harmadik világháborúnak a kirobbantását jelenteni. Tehát a NATO világosan fogalmaz, minden politikai és humanitárius segítséget megad, a NATO tagállamok fegyverekkel segítik Ukrajnának a harcát, de csapatokat nem küldenek, katonákat nem küldenek a konfliktus zónába, és nem keresik semmilyen formában sem az Oroszországgal való konfliktusnak a lehetőségét, sőt, talán még óvatosabban bánnak ezekkel a helyzetekkel. Ezt eddig is nyilvánvalóvá tették, arra lehet-e számítani, hogy NATO csapatok a környező országokban, a szomszédos országokban valóban nagyobb számban megjelenjenek?
Abszolút, vannak is már úgymond inkább talán ilyen szimbolikus csapatmozgások, pár ezer fő, de amellett erősen elköteleződött a NATO, hogy a NATO keleti szárnya, ahova Magyarország is tartozik egyébként, ezt a keleti szárnyat jelentős mértékben meg fogják erősíteni a következő években. Vagy hetekben? Hát alapvetően években, hiszen itt fegyvereket is jelenthet ez, vagy eszközöket is jelenthet, inkább így fogalmazok, meg személyzetet is. Alapvetően ugye a balti és a Lengyelország az, amelyik ezt legerősebben követeli, de itt van a sorban Románia is. Tehát az egészen biztos, hogy a NATO-nak pont mozajlik egyébként a stratégiai koncepciójának a megvitatása, a NATO 2030, és ez a háború jelentős mértékben átírja ezt a koncepciót is. Egyébként majdnem elkészült az anyag, de most újra dolgozzák, és ebben is nagyobb hangsúlyt fog kapni ez a keleti szárnynak a megerősítése a NATO oldaláról. A következő 8 évről beszél, ugye NATO 2030-ról, tehát ebből a 10 éves időszaknak a történéseiről. Magyarországot kihagyta a felsorolásból tudatosan? Igazából annak azért, a vonatkozásában, hogy megerősíti a NATO az itt állam most azok katonáknak a számát, illetve a haderőnek a nagyságát. Én azokat az országokat említettem, akik maguk kezdeményezik, kérik és lobbiznak úgymond azért, hogy ezek az események megtörténjenek. Itt Magyarország ugye mindig arról beszél, hogy nem akar ideengedni senkit sem, mert itt már vannak NATO katonák, a magyar katonák, akik meg tudják védeni az országot, bár ebben úgy látom van egy ellentmondás, hiszen a miniszterelnök legutóbb még arról beszélt, hogy Magyarországnak azért nem biztonsági garanciája a NATO, egyébként ezzel teljesen egyetértek vele, és Szijjártó Péter meg a honvédelmi miniszter mondta azt, hogy Magyarországot a magyar katonák teljes mértékben meg tudják védeni. Mondjuk Benkő Tibor pont az ellenkezőjét mondta, azt mondta, hogy nem tudják megvédeni, tehát van elegendő, hát változott az álláspontja, mert a legutóbbi nyilatkozat, ami pont fordítva volt. Hát ebből is látszik, hogy azért valószínűleg ők is olyan kicsit kaotikusan kommunikálnak ilyen szempontból. Mi azt gondoljuk, hogy a NATO Magyarország egyetlen biztonsági garanciája, éppen ezért Magyarországnak szolidárisan kell viselkednie a NATO-val, és a döntésekben közös megvitatás után együtt kell részt venni. Ön tudja, hogy hány darab, vagy nagyságrendileg mekkora az a NATO kontingens, hány darab katona van itt Magyarországon NATO katina, aki nem magyar állampolgár, tehát ugye ez is egy másik kérdés, illetve összességében hány százalékát adja a haderőnek a NATO által a küldött segítség? Hát darabszámra nem tudom, de elenyésző, és akiket most ide küldtek az első etapban, már nem Magyarországra, hanem a környező országba, bár ide is fog érkezni, azok pár ezer fő, 3000 főről volt szó. Tehát ez még ugye csodát úgymond nem tesz, a szabad így fogalmazni, de mindenféleképpen egy szimbolikus lépés, hogy a NATO elkötelezett ebbe az irányba. Azt ígértem a nézőknek, hogy fogom kérdezni egy picit belpolitikáról is. Bocsánat, ugye? Még egy dolog azért fontos, hogy ugye régebben azt mondták az Orbán kormányban, hogy semmilyen fegyver nem mehet át Magyarország területén, a hírekben is beszéltek róla, ami halált okozó fegyver. Én akkor is arról beszéltem korábban talán ebben a stúdióban is, hogy az, hogy Magyarország légterén átmegy egy repülőgép, leszáll Lengyelországba, és Lengyelországon keresztül bejut Ukrajnába a fegyver, ez nem értem, mi a probléma, hiszen Lengyelország most a NATO logisztikai központja, amit kijelöltek erre a szerepkörre. Úgy látszik, hogy a kormány is ezzel a végén egyetértett, hiszen engedélyezték ezt. Lehetővé teszi, engedélyezik azt, hogy Magyarország területén áthaladjon halált okozó fegyver is, amire eddig ugye a kommunikációban... Annyi, hogy a magyar-ukrán határt nem lépheti át, ugye, csak humanitárius segítség. Nézzük, hogy ez mind a mozgó célpont, tehát még mondanak valamit, aztán két lépés odébb mennek, tehát látható módon, hogy nem beszélt butaságot senki sem az ellenzék részéről. Azt ígértem, hogy a belpolitikára is szeretném, hogyha reagálna, a legfőbb ügyészség szerint 250 millió forint kenőpénzt vett át Tóth Csaba, mentelmi jogát felfüggesztették, a Polt Péter azt mondta, hogy befolyásra való üzérkedés és más bűncselekmények a indokban ezek szerepelnek, ezt tette szükségessé. Mi a álláspontjuk, véleményük nekem ezzel kapcsolatban? Nagyon egyszerű az álláspont, hogy ez egy kampány eseménynek gondolom. Volt erre már korábban is példa, talán emlékszik rá, Molnár Gyulát is meggyanúsították a választási kampány kellős közepén. Akkor is mi kiálltunk mellette, és visszautasítottuk a vádakat. Annak az eljárásnak az lett a vége, hogy bűncselekmény hiányában fölmentették Molnár Gyulát. Tehát utólag kiderült, hogy teljes mértékben csak a kampány célokat szolgált az akkor ügyészségi lépés. Éppként ennek eredményeként sajnálatos módon el is vesztette Molnár Gyula azt a körzetet. Tehát látszik, hogy az ügyészségi munka ilyen szempontból kampány időszakban összefügg a Fidesznek az érdekével. Akkor a listán nem lesz változás az MSZP listáján? Azt nem tudom, erről nem én döntök, úgy tudom, hogy nem lesz változás. Én azt gondolom, hogy ahogy szokták mondani, az ártatlanság véleme mindenkit megillet. Az említett uraknál ebben teljes mértékben biztos vagyok. Én ezt abszolút egy politikai támadásnak gondolom, ami a Fidesz kampány érdekeit szolgálja, hogy az ellenzék pozícióit alássa.
A Fidesz a, talán lehet mondani a legkorruptabb kormány, amit ismerünk a rendszerváltás óta. Éppen ezért neki érdeke, hogy ezt a stigmát átragassza a többi ellenzéki pártra is, hogy azt mondhassa, hogy a választók fejében azt, hogy ő is mindenki lop, itt egy-egy az eredmény, inkább más érveket vegyünk figyelembe, amikor szavazni megyünk. Én azt gondolom, hogy ez erről szól semmi másról, és nagyon sajnálom, hogy a kollégám ilyen helyzetbe kerültek. Mesterházi Attilának köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel. Én köszönöm.